Jó hír a dohánytermesztőknek, hektáronként 1 millió forint támogatással biztosan számolhatnak a gazdák 2020-ig, közölte a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Ófehér Tón. E-töltőállomás, 6 új elektromos autótöltőállomást adtak át Nyíregyházán. Népszerű nyugdíj mellett dolgozni, egyre többen keresik fel a közvetítő nyugdíjas szövetkezetet a megyében is. Hektáronként 1 millió forint támogatással biztosan számolhatnak a gazdák 2020-ig, közölte a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Bár az uniós támogatás 2018-tól megszűnik az ágazatban, a magyar állam hazai forrásból biztosítja majd a pénzügyi segítséget. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez azért is kiemelten fontos, mert a dohánytermő terület több mint 80%-a ebben a régióban van, hangzott el Ófehér Tón a MADOSZ dohánytermesztési nyílt napján. Mintegy 3400 hektár területre kötöttek termelői szerződést a felvásárló társaságok a dohánytermesztőkkel idén. Július közepéig az állomány úgy látta, hogy kiemelt évet zárnak majd, azonban utána olyan hosszú aszályos időszak következett, amely mind a dohány mennyiségét és a minőségét is kedvezőtlenül befolyásolta. A betakarítás jelenleg a vége felé tart, a kétharmadán már túl vannak a gazdák. Tavaly hektáronként 1,9 tonna volt az átlagtermés, most az 1,8 tonnát látják valószínűbbnek, közölte a Magyar Dohánytermesztők Országos Szövetségének elnöke. Pillanatnyilag a leggyengébb termőterület és termés a mennyiséget illetően is, de a termés átlagok tekintetében a jobbak közé, vagy az egészen jók közé tartozik, ugye több száz éves adatok figyelembevételével. Azt gondolom, hogy miután az időjárásnak rendkívüli mértékben kitett a dohány termése, a mennyisége és a minősége, így a termelőkön kevésbé múlik a betakarításnak a eredményessége, viszont mindent megtesznek a technológia betartása érdekében, hogy olyan levelek kerüljenek betakarításra, amelyikkel minden magasabb átlagárat tudnak elérni. Állami támogatások nélkül sem Magyarországon, sem pedig Európában nem működne a dohánytermelés, hangzott el Ófehér Tón. A felvásárlási ár megközelítőleg a termelési költség 50%-át fedezi, a másik felét a plusz forrás biztosítja. Bár az Európai Uniós támogatás megszűnik 2018-tól, a magyar kormány úgy döntött, hogy folytatja a gazdák segítését, közölte a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Ezen túl nemzeti forrásból biztosítják a támogatást az ágazatra, amely jelenleg a legtöbb forrást kapja a kormánytól, tette hozzá Nagy István. Ez úgy néz ki, hogy van egy átmeneti nemzeti támogatás, mintegy 600 ezer forint hektáronként, és hogyha a gazdák vállalják azt, hogy addig még korábban 1000 órát kellett legalább foglalkoztatni hektáronként bejelentetten az alkalmazottakat. Most lecsökkentettük 500-ra, hiszen ezért a gépesítettség foka, a feldolgozottság egészen más igényekkel bír már. Tehát egy 500 órás foglalkoztatottságot elírunk, és egy 300 ezer forintos hektáronkénti árbevételt egy ilyen kedvezménnyel jövünk. Aki ezt tudja teljesíteni, az a 600 ezer forintos átmeneti nemzeti támogatás mellé egy de minimis támogatásként még plusz 300 ezer forintot hozzátehet ahhoz a bevételhez, amit a dohánytermesztésből elér. Ezen kívül a dohánytermesztőknek is jár az a plusz összeg, amelyet a szántóföldön termesztő gazdák igényelhetnek, így összesen hektáronként 1 millió forint támogatást biztosít nekik az állam 2020-ig. A kiemelt segítségre azért is van szükség, mert ahogy az államtitkár mondta, agrártörténetileg óriási veszteség volna, ha a szabolcsi dohánytermesztők elhagynák az ágazatot. A támogatást egyelőre 2020-ig tudja biztosítani a kormány, a következő évek feladata lesz az azutáni időszak pénzügyi forrását rendezni. 6 új elektromos autó töltőállomást adtak át Nyíregyházán, így a megyében elsőként itt nyílik lehetőség ingyenesen és nyilvánosan e-autót tölteni. A kormány számos kedvezménnyel ösztönzi a környezetbarát közlekedési eszközök terjedését. Ennek köszönhetően még idén 10 további elektromos töltőállomás épül Nyíregyháza belvárosában. Tehát itt látható az autónak az árnyék rajza, és ebben ki van emelve az akkumulátornak a sziluettje. Tehát látható, hogy az autónak a teljes
padlólemezet gyakorlatilag egy akkumulátor. Egy elektromos autó töltöttségét ellenőrzik. Egy belső komputer a benzinszinthez hasonlóan erről is folyamatosan tájékoztatja a sofőrt. Amennyiben merülne az akkumulátor, akkor ilyen könnyedén nekiláthatunk a töltésnek. Ezentúl erre Nyíregyházán is lehetősége van bárkinek. A megyében elsőként a Korzó bevásárlóközpont parkolójában töltetik ingyenesen és nyilvánosan járművüket az e-autó tulajdonosok. Ezek 22 kW-os töltők, Type 2-es csatlakozóval lehet hozzájuk csatlakozni. Tehát, hogyha tölteni szeretnénk, hozni kell magunkkal kábelt. A maximális sebesség, amit tudunk tölteni, 100 km óránként. Ez mondjuk azt jelenti, hogy egy Teslát körülbelül 4-5 óra hossza alatt tudunk feltölteni. Egy kisebb testű autót, mondjuk egy i3-ast, hogyha jól tudom, olyan 30-40 perc alatt képes feltölteni. Ugyan egyelőre ez az egy töltőállomás üzemel Nyíregyházán, azonban kormányzati, vissza nem térítendő támogatásból hamarosan továbbiak is épülnek a város különböző pontjain. Tegnap érkezett meg a forrás ahhoz, amit mi is nyertünk az önkormányzat 10 töltőállomásra 100%-os támogatást, amit már a jövő héten a közbeszerzéssel indítunk, és ha lehet, még az idén meg is építünk. A kormány számára kiemelten fontos a környezetbarát közlekedés előmozdítása. Ezért az önkormányzatok támogatásán túl az egyéni vásárlást is különböző kedvezményekkel ösztönzi. Eddig 500-an éltek az elektromos autók vásárlásakor igényelhető 1,5 millió forintos támogatással. De ingyenes parkolás, a nyilvános töltőállomásokon ingyenes töltés, valamint regisztrációs és gépjármű adó aluli mentesség is jár a zöldrendszám mellé. Az engedményeknek köszönhetően már 3000 e-autó közlekedik a magyar utakon, amelyekkel a közeljövőben még könnyebben lehet eljutni az ország különböző részeibe. Olyan terveink vannak, hogy az ország átjárható legyen ezekkel az autókkal, tehát 80 kilométerenként főútvonalakon lesz gyors töltőállomás. A kormány a környezetbarát közlekedés segítésével a károsanyag kibocsátást kívánja csökkenteni, illetve a klímaváltozás elleni küzdelemben is aktívan részt szeretne vállalni. Az első hazai nyugdíjas szövetkezet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alakult meg. Ez idáig a szervezet 10 céggel kötött megállapodást, ahol 100 öregségi nyugdíjas került vissza a munkaerőpiacra országos szinten. A szövetkezet szerint a megyében élő nyugdíjasok szívesen állnak munkába ismét, sőt van olyan cég, ahol eddig is alkalmazták a már nyugdíjas korú szakképzett munkaerőt. Sok cég a szakképzett munkaerőhiányt korábbi dolgozóival pótolja, akár úgy, hogy visszahívják a már nyugdíjba vonult munkatársaikat, ha egészségi állapotuk megengedi. Ennél a nyíregyházi cégnél is jellemző ez, jelenleg 10-12 ilyen munkavállalójuk van. Mert nekünk is szükségünk van arra, hogy nyugdíjasokat foglalkoztassunk. Egyeneságon foglalkoztatjuk azért, mert nagyon sok szakmai program van nálunk. Arra a konyhára, ahol kedden megbetegszik a szakács, vagy baleset érte, szerdán nem lehet egy szakácsot találni a nyugdíjas szövetkezetnél, oda szakembert kell beállítani. Ha beállítok és kell nekem egy nyomdai gépmester, akkor vele fogok szerződést kötni. Egyre többen keresik fel ezt a nyíregyházi nyugdíjas szövetkezetet is. Mind a munkáltatók, mind a nyugdíjasok. Megtudtuk, naponta több cég is érdeklődik a nyugdíj melletti foglalkoztatás feltételeiről, főleg azok a vállalkozások, ahol munkaerőhiány van. Ennél a munkaerőközvetítőnél jelenleg közel 300 fő szerepel a nyugdíjasokból álló adatbázisban. Elsősorban az élelmiszerfeldolgozó iparban keresik a munkaerőt. Fontos szempont, hogyha a nyugdíjasok szövetkezeten keresztül állnak munkába, akár 10-12%-kal is több pénzt vihetnek haza, mondta el a szövetkezet elnöke. Ennél a szövetkezetnél kell regisztrálni munkába lépés előtt. A tagság létrejön, és onnantól egy végtelenül egyszerű megállapodással konkrétan arra a munkahelyre kötünk vele szerződést, ami tartalmazza a munkabérét, tartalmazza a céghez tartozó összes olyan paramétert, ami a foglalkoztatást leírja vagy körülírja, és így a munkavállaló oldaláról megtörténik ez a, tehát a folyamat zárul és munkára képes állapotba kerül, orvosvizsgálatot kérünk, tehát alkalmassági vizsgálatot bonyolítunk vele, illetve a cégnél egy vállalkozási szerződést kötünk, aminek a keretén belül meghatározzuk a megállapodás feltételeit, és így a két oldal egymással találkozhat.
A munkavállaló a nyugdíja mellett megkapja a fizetését. Ebből a plusz jövedelemből adózniuk kell, aminek a mértéke mindössze 15%. Hadiné Guti Ibolya, Nagyar eddig független polgármestere ezentúl a Jobbik Magyarországért mozgalom színeiben irányítja tovább a szatmári községet. A párt új tagját Nyíregyházán sajtótájékoztatón mutatta be Apáti István. A Jobbik országos szóvivője elmondta, a település vezetője egyúttal a magyar polgármesterek közösségéhez is csatlakozott. Hadiné Guti Ibolya korábban a Tarpai önkormányzat képviselőjeként dolgozott, Nagyar község polgármesteri posztját 8 éve tölti be. A Jobbikhoz 2 hónapja kérte felvételét, csatlakozását augusztus végén fogadták el. Már régóta a Jobbiknak a pártpolitikáját figyelem, az elveit, és azt látom, hogy a Jobbik Magyarországért mozgalomnak van egy komplett programja, amivel ő felkészül, akár az egészségügyet, illetően az oktatást, a nyugdíjrendszert, hiszen ő látja a múltat, látja a jelent, látta a jövőt, és tudja, hogy mire kell készülni. A Nyíregyházi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya kábítószer kereskedelem elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást 3 személy ellen, egy 22, egy 27 és egy 35 éves nyíregyházi férfi ellen, akik a gyanú szerint a kialakított fogyasztói körükben rendszeresen árusítottak marihuánát. A rendőrök összesen 95,3 g kábítószer gyanús, szárított növényi származékot foglaltak le. A gyanúsítottak a nyomozás alatt szabadlábon védekezhetnek. A rendőrök lefoglaltak egy belga autót csütörtök este Csengersimai határátkelő helyen jelentkezett kilépésre, ugyanis egy román állampolgárságú férfi egy járműszerelvénnyel. Az ellenőrzést végző rendőrök megállapították, hogy a vontatmányon szállított személygépkocsit a belga hatóságok lopás miatt körözik. A police.hu közleménye szerint a rendőrök a 43 éves külföldi sofőrt előállították, a körözött gépkocsit lefoglalták és felvették a kapcsolatot a körözést elrendelő hatósággal. Sherlock Holmes, a Sátán kutyája című krimivel nyitja az idei évadot a Móricz Zsigmond Színház. Az ős bemutatóból hamarosan mutatunk egy rövid részletet, előtte viszont nézzük a híradó további témáit. Cikszai Róbert bronzéremmel, Busch Iván pedig 3 győztes és 5 vesztes meccsel a háta mögött ért haza Tájpejből. 4 fordulót követően 2 győzelemmel és 2 vereséggel a 7. helyen áll az MB3 keleti csoportjának tabelláján a nyírbátori futballcsapat. Ős bemutatóval kezdődik a 2017-2018-as évad a Móricz Zsigmond Színházban. Az egyik legismertebb Sherlock Holmes regény, a Sátán kutyája című krimi komédia premierjét láthatja a közönség szombaton. Ken Ludwig adaptációját Szente Vajk állította színpadra a Nyíregyházi Teátrumban. Azt mondanám, egy idős orvosról van szó, aki egész életében vidéken élt, a barátai körében, akik igazán kedvelik őt. Kitűnő, Watson, figyelemre méltó. Akkor igazam van? A legkevésbé sem. London, Baker Street 221B. Egy legendás lakás, ahol Sherlock Holmes minden idők legismertebb detektívje és segítője, Dr. Watson élt. Itt kezdődik a Sátán kutyája című krimi története. A nyomozó az 1800-as évek végén bukkant fel Sir Arthur Conan Doyle történeteiben, népszerűsége azóta is töretlen. Sherlock Holmes minden kort és korosztályt lenyűgöző módszere az, mindenre van magyarázat, szerinte nincs az a rejtély, amit nem lehet leátlátni. A történetnek több filmes feldolgozása is van, de színpadon Magyarországon még nem játszották. A rendező szerint nem véletlen, hogy a krimi nagyon sikeres műfaj. A krimit mindig nagyon szerette, mind egyébként az olvasó közönség, mind aztán később a televízió vagy a mozi közönsége. Valahogy vonzódunk ezekhez a rémtörténetekhez, és Sherlock Holmes a krimi balettje, én így tudnám ezt megfogalmazni, mindennek az alapja, hogyha megnézi az ember a későbbi legnagyobbakat akár, gondolva Poirotra, vagy Agatha Christie más hőseire, nem csak Miss Marple-ra gondolok, hanem azokra a nyomozókra, akiket ő megírt, vagy hogyha megnézzük azokat a televíziós sorozatokat, ahol valami flúgos nyomozók jelennek meg, vagy Dr. House, vagy, és sorolhatnám, mindegyik ebből a tőből táplálkozik.
A detektív Sherlock Holmes szerepét Horváth Sebestyén Sándor játsza, segítője dr. Watson figuráját pedig Éhés Ákos alakítja. Rengetegféle fajta feldolgozás készült eddig a Sherlock Holmes és Watson történetekből. Mi úgy próbáltuk, legalábbis én úgy próbáltam ezt a Watsont életre kelteni, hogy nem is feltétlenül arra törekedtem, hogy ne hasonlítson egyikre sem, de hogy legyek én, tehát hozzám hasonlítson a Watson, ne én, bármilyen más eddig eljátszott, megformált Watsonhoz. A két főszerepen kívül mintegy 50 szerep van az előadásban, ám ezeket csak három színész, Puskás Tivadar és Rák Zoltán, illetve kettő szereposztásban Kuti Patrícia és Ulman Mónika alakítják. A diszkoszvető Szikszai Róbert és a kosárlabdázó Busz Iván is pályafutása eddigi legnagyobb élményének nevezte a tajvani univerziádén töltött napokat. Szikszai bronzéremmel, Busz pedig 3 győztes és 5 vesztes meccsel a háta mögött tért haza Tajpejből. A két sportolót ma köszöntötték Nyíregyházán. A magyar küldöttség 14 sportágban az elmúlt 40 év legnagyobb létszámú csapatával, 141 versenyzővel vett részt a Tajpeji Univerziádén. A sportolók 47 felsőoktatási intézményt képviseltek, Szikszai Róbert és Busz Iván a Nyíregyházi Egyetem hallgatójaként utazott Tajvánra. Szikszai Róbert bronzérmével történelmet írt, mivel a jogerődnek számító Bessenyei György tanárképző főiskolát, illetve Nyíregyházi főiskolát is beleértve elsőként szerzett érmet az egyetemisták és főiskolások világjátékán a Nyíregyházi intézménynek. Erre büszke vagyok, remélem 2 év múlva sikerül egy fényesebb érmet is szereznék, és akkor már kétszeres érmes leszek. Hát nagyon pozitív volt mindenki, nagyon sok interjújtottam, sok hivatalos rendezvényen vettem eddig részt, de hát ez a kellemesebb része ennek a dolgnak, úgyhogy viszont azért edzettünk is, mert holnap után azért egy magyar bajnoki döntő vár ránk, azért ott is szeretném még ezt a jó formát kitartani, és úgy nekiállni majd a pihenésnek. Busz Iván a 3 győztes és 5 vesztes meccsel 18. helyen záró kosárlabda csapat tagjaként szerzett felejthetetlen élményeket az univerziádén. A két cápák irányítója szerint jóval előrébb is végezhettek volna a tornán. Egymás között beszéltük a csapattal, amikor vége lett, hogy nem jó érzés kimondani ezt, hogy 24-ben 18-ak lettünk, de egyrészt a 6 évezeti szereplést azt sikerült túl teljesíteni, akkor 19-ek lettek, de egy helyen jobban szerepeltünk, illetve tényleg az, hogy a csoportmeccsek során is ez se jó kimondani, de a szerbek ellen például mi 12-vel vezettünk a negyedbe, a lettek ellen pedig 6 ponttal. Sajnos mind a két meccsen vereséget szenvedtünk, de ez a két csapat játszotta például a bronzmeccset. Tehát ez is jelzi azt, vagy például az, hogy a 17. helyezésért az oroszokkal játszottunk. Nagyon erős volt a mezőny. Én nem mondom, hogy akár éremmel is hazatérhettünk volna, de nem biztos, hogy a 18. hely a realitás. Sitkó Ernő a Sportcentrum élsport igazgatójaként és a Nyíregyháza Blue Sharks szakmai igazgatójaként is örülhetett a két sportoló szereplésének. Robinál azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére az eredményei alapján várható volt, hogy ott lesz, hiszen nagyon jó formában van és nagyon stabil teljesítmény nyújt, és bízom benne, hogy a felülés az töretlen lesz, és a felnőttek között is majd univerzió után Európa-bajnokságra, világbajnokságra is ki tud majd jutni, de természetesen ez még a jövő zenéje. Viszont Busz Iván esetében egy picit meglepetés volt, hiszen néhány héttel az univerziádi felkészülés kezdete előtt kaptunk meghívót, és örülök annak, hogy gondoltak rá, és annak is, hogy be tudta berekedni magát a csapatban, és ott helyt állt. Szikszai Róbert a csapatbajnoki döntő után még egy ciprusi versenyen állhat rajthoz, Busz Iván pedig a jövő héten Bonyhádon kezdi el a bajnokságot a kék cápákkal. 4 fordulót követően 2 győzelemmel és 2 vereséggel a 7. helyen áll az MB3 keleti csoportjának tabelláján a nyírbátori futballcsapat. Amplusz Árpád együttese legutóbb a Putnok ellen nyert 5-0-ra. A bátoriak szombaton a Sereghajtó Füzes gyarmat otthonában lépnek pályára. Nem volt nagy játékos mozgás a nyári szünetben a nyírbátori csapatnál, a 4 távozó játékos helyére 4 új futballista érkezett. Az Ambrusz Árpád által irányított együttes a mezőny első felét célozta meg, és 4 forduló után időarányosan jól áll a csapat, ugyanis 2 győzelemmel és 2 vereséggel jelenleg a 7. a bátor.
A Nyitányon Balassagyarmaton 4-2-re kikapott az egyetlen megyebeli NB3-as együttes, majd egy Tiszaújváros elleni 3-1-es hazai győzelem következett. A folytatásban Cigándon szenvedtek 2-1-es vereséget Vámosék, aztán a Sormintának megfelelően hazai siker jött, a Putnokot 5-0-ra ütötte ki a Nyírbátor. Arra sem emlékszem, hogy mi mikor nyertünk 5-0-ra, és arra sem, hogy a Putnok egyáltalán kapott-e ki valamikor 5-0-ra. Most ezen a mérkőzésen minden összejött, pedig nem ilyen előjelei voltak a mérkőzésnek, hiszen 8 játékosunk is hiányzott a csapatból, de a mi taktikánknak, talán az ellenfélnek a kicsit lebecsülése miatt ez az eredmény sem túlzott. A góllövő listát 4 forduló után a nyírbátori Hornyák Marcell vezeti 8 találattal. Az egyesület elnöke szerint tovább javul majd a csapatjáték a következő fordulókban. NB3-os mezőnyben a miénk a legfiatalabb csapat, tele van fiatal tehetségekkel, és nyilván idő kell annak, hogy összeszokjanak, és rutint szerezzenek ebbe a bajnokságba, hiszen 4 vagy 5 embernek is ez az első év, amikor felnőtt bajnokságban játszik. Úgy gondolom, hogy ígéretes ezek az eredmények, és azon vagyunk, hogy hétről hétre jobbak legyünk. A Nyírbátor a következő fordulóban a Sereghajtó Füzes gyarmathoz látogat. A további párosítás a következő: Tiszaújváros Jászberény, Salgótarján Tája, Tiszafüred Deac, Gyöngyös SMTK, Putnok Monor, Cigánd MTK Budapest 2 és Balassagyarmat Diósgyőr 2. Híradónk végén pedig nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Hektáronként 1 millió forint támogatással biztosan számolhatnak a gazdák 2020-ig, bár az uniós támogatás 2018-tól megszűnik az ágazatban. A magyar állam hazai forrásból biztosítja majd a pénzügyi segítséget, hangzott el Ófehér Tóna Madosz dohánytermesztési nyílt napján. 6 új elektromos autótöltőállomást adtak át Nyíregyházán, így a megyében elsőként itt nyílik lehetőség ingyenesen és nyilvánosan e-autót tölteni. Az első hazai nyugdíjas szövetkezet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alakult meg. Ez idáig a szervezet 10 céggel kötött megállapodást, ahol öregségi nyugdíjasok kerültek vissza a munkaerőpiacra. A kereskedelemben és a feldolgozóiparban van a legnagyobb szükség a nyugdíjasokra a fellépő munkaerő hiány csökkentése miatt. Sherlock Holmes a Sátán kutyája című krimivel nyitja az idei évadot a Móricz Zsigmond Színház. Ken Ludwig adaptációját Szente Vajk állított a színpadra a Nyíregyházi Teátrumban. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik a honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, nyugat-délnyugat felől továbbra is meleg, jobbára száraz levegő érkezik fölénk. Az előttünk álló éjszaka gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, a változó irányú, majd a délire forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul, reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, eső, zápor egyaránt előfordulhat. A déli szél megélénkül, helyenként megerősödik, és a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. A hétvégén, jövő hét elején még meleg, változó nedvességtartalmú levegő érkezik fölénk, így vasárnap és hétfőn is várható több órás napsütés, délután gomoly felhős időszakokra is számíthatunk, zápor, zivatar főként a Dunántúlon fordulhat elő. Erősödik a nappali felmelegedés mértéke, kedden hideg front vonul át felettünk, eső, záporeső, megerősödő szél kísérik vonulását, és jelentősen, mintegy 10 fokkal visszaesik majd a csúcshőmérséklet. A jövő hét közepén viszont már napos, majd a hétvégén ismét felhős, esős, továbbra is hűvös idő várható. Sokfelé úgy tartották, hogy ezen a napon indulnak útnak a fecskék, az e napi bugyborékos vagy ritka szemű esőből pedig csapadékos őszre számítottak.